Bár ezek a felvételek egy korábbi versenyen készültek, mindenkit megnyugtathatok, hogy a bajai országos bajnokságon legalább ilyen keményen küzdenek majd a szkanderesek. Így véli ezt a válogatott szövetségi kapitánya is. Április 22-én szombaton a 27. Magyar Bajnokság körül megrendezése Baján. Azért is nagyon fontos ez a bajai verseny, mert idén Magyarországon rendezik majd a sportág legnagyobb vetélkedését, a világbajnokságot. A mostani OB-re nagyjából 150 versenyzőt várnak, többségük nagy célokkal érkezik majd. Ez a magyar, nagy magyar bajnokság, ez a budapesti szeptemberi világbajnokságnak a selejtezője lesz. Tehát az azt jelenti, hogy minden súlycsoportban ugye két ember indulhat a világbajnokságon. És ez a magyar bajnokság fogja eldönteni, hogy ki az, ugye az első kettő, aki lesz, az indulhat az adott súlycsoportban a budapesti világbajnokságon. Világbajnokságra milyen szereplést várunk? Világbajnokságra nagyon erős csapattal fogunk menni, minden súlycsoportba próbálunk ugye két versenyzőt indítani. Hát én úgy gondolom, hogy egy ilyen 100 fős magyar csapat lesz a világbajnokságra, és hát ugye mindenkinek a lehető legjobb bomba formájába kell érkeznie oda. A magyar bajnoki küzdelem egyik fő esélyese a szenior kategóriában a többszörös bajnok Dobrocsi János. Ő azt mondja, hogy nagyon kemény felkészülésen van túl, de a VB-re még több kell majd. Természetesen ott már azért változtatunk rajta, más-más repertoárral is elő kell állnunk ezekbe a versenyekre, hogy sokkal többen vannak, sokkal erősebbek, ami nem azt jelenti, hogy ez a magyar bajnokság ez egy egyszerű lesz, ez egy nagyon-nagyon nehéz lesz, mert itt mindenki akarja hozni a legjobb formáját ahhoz, hogy a keretbe beférjen. Április 22-én tehát Baján Szkander magyar bajnokság. A szervezők nem csak a versenyzőket, hanem a szurkolókat és az érdeklődőket is várják.